Jó estét kívánok! Isten hozta önöket! Helyezkedjenek-e kényelmesen? Kifogástalan székeink vannak. Fejtámla is csak a szakértelem okán nem került rájuk. Mert ezt még szakemberek csinálták, olyanok, akik tudták, hogy mikor a nyelv csak a szájpadlásnak feszül, és azt a jellegzetes hangocskát halljuk, hogy ezzel egy időben a fejbiccentő izom ellazul, és ahogy a fej eléri a holdpontot, fejtámla híján automatikusan fókuszál vissza az érdekes cselekményre. Azt nyilván sejtik, hogy nem egy szögről fognak előadást látni, hát végül is nem vagyunk mi vaskereskedés, hanem a cigányokról. Hogy miért pont a cigányokról? Mert én is az vagyok. Itt van mindjárt a nevem. Én kérem, Kolompár Károly vagyok. Karcsi bácsi. Sokan azt hiszik, hogy nevünk régi foglalkozásokból ragadtak ránk, de nem. A kolompár ősi indiai szó. Hindiül, de óbengáliul is annyit jelent, felmagasztaltatott. Ilyen neveink vannak. Vagy ott a lakatos. Isten által hőn szeretett. Vagy az orsós, Isten vakító fényessége, mely visszaháramlik reál. Ki hordja élete végéig tisztességben. Tömör nyelv és neveink igazat szólnak, mert Isten szeretete ránk világlik. Az Úr összes népe közül bizony minket cigányokat szeret a leginkább. Mi vagyunk az ő kiválasztott népe. Olykor jeleket is ad. Csalhatatlan, biztos jeleket, és mi mind. Na figyeljenek, mert látom, hogy nem nagyon. Uram, Karcsi szólít, a te alázatos szolgád. Adj már valami jelet, kérek szépen. Lehet, hogy dolgozik. Önökkel is előfordult már ilyesmi. Uram, könyörgöm, esedezem. Nem hallja. Na, várj csak. Károly. Igen? Uram, teremtőm, nem vagyok méltó arra, hogy figyelmeddel kitüntess gyarló szolgádat. Nem is figyelek rád, Károly. Az Androméda galaxis magja mellett rakócátlankodó kettős féregjukkal bíbelődöm. Te tudod, uram. Kávé? Elfogadom. Károly, meg ne haragudj, de miért alszanak vagy 501 irányban? Alszanak? Már? Rólunk cigányokról néznek egy előadást. Rólatok? És miért nem róla? Én is vagyok olyan jó téma, mint ti. Sokkal jobb, de te túl jó téma vagy, uram. Mi meg csak témák. Károly? Igen? Nem rossz ez a mai kár. Iható. Uram, nem nagyon hiszik ám, hogy te meg én, hogy mi ketten, hogy, vagyis, hogy inkább, hogy pontosabban, hogy te. Igen? Igen, nem. De te adhatnál valami jelet. Már nekik. Mert én... Gondolod? És ha csak azt fogják hinni, hogy az ügyelő mikrofonhoz hívott egy csepürágó, minek utána a hangosító megmozdított volna egy tolópotenciométert, nyilván, hogy hangom, mely különben nem erőtlen, az ő gyarló szájából és tranzisztorok, kondenzátorok, valami transformátorok erdeje által szóljon reájuk hatalmasan? Ha csak ezt hiszi? Az már az ő bajuk, uram. Károly, megyek, az Androméda galaxis. Este vagy? Leszek, Károly. Megyek, ráncba kell szednem azt a fránya féregjukat. Az ég áldása rajta. Érezzük, uram, éjjel-nappal. Isten veled, uram!
Isten áldjon! Uram! Mi a baj, Károly? Jel! Károly! Igen, uram? Most robbant fel az Androméda galaxis. És ezt te csak 2 millió év múlva fogod észlelni. Kávét nem lögyből tett ki? Megyek, Károly. Menj csak, uram, menj! Hát ki vagyok én, hogy... Hát, így vagyunk mi. Olykor tanácsokat ad, és mi mindig megfogadjuk az ő tanácsait. Ha nem is mindet, és nem is maradéktalanul, mi cigányok, vándornépek vagyunk. Akárcsak önök. 271.526 évvel ezelőtt jöttünk el Indiából. Szerda este 7:30. Egyébként aznap délután 13:30 ért véget a jégkorszak. Hála Istennek! Különben most egy fóka beszélgetne önökkel. Ja. Hogy miért jöttünk el Indiából, ezt még elmesélem önöknek. Karcsi! Hol beszélgetsz már megint kivel? Tudják, mit inkább nézzék. Azt, hogy a mi esküvünkről késnél 3 hetet, igen. De hogy a lányod esküvőjéről is, igen? Azt már nem, igen! Karcsi, mi van? Megrémultál a szavattól? Hát mi van a zenével? Mit gondolsz, mit csináltam eddig? Égen, földön nincs zene. Mi fogunk énekelni, és zene is. Mi? Karcsi, énekelni, zenélni, akár, ide vigyázz, Zsófi. Rudas csillag, hajnal hasad. Úristen! Jézs, babám! Mi a baj, Zsófikám? Karcsikám, ez szörnyelem. Ez borzanat, az esküvőre zene kell. A cigányok nem tudnak zenélni. Az úr mindenkinek mást adott. Van, akinek a lelke vándorol, van, aki tojást patkol. Nekünk azt ajándékozta az úr, hogy nem tudunk zenélni. Legalább öltözködjél fel. Hát nyakad se mostán. Minek mostan volna? Hozzám jön a lány. Amikor mi esküdtünk, akkor se mostál. Minek mostan volna? Így is hozzám jöttél. Kész! Vége, nincs esküvő! Csináljuk. Mi a baj? Ne hallgass apádra! Ez a kendő! Ez milyen? Én azt föl nem veszem! Lányom, lányom! Karcsi! Hát hogy mindenki benne papszikám? Mint egy füles magom! Szép vagy benne! Gyönyörű! Ez egy párió kendő! Ez? Ez? Ez egy számos arany mapszi! Vali, ütlek, borul! Karcsi! Valikám, én is ezt hordtam az esküvőn, az anyám is ezt hordta. Vedd föl szépen, jó? Nem veszem fel! Mit csinálsz? Mit csinálsz? Ez egy hagyomány, te meg! Te beszélsz anyádta! Papszi! Rúgd a repi! Papszi! Papszi a kendő! Nem elég, hogy ölöd ezzel a kendővel! Nyakad se mostan! Dófi! Meglepetés! Valika, csukd be szemed, nyisd ki szád! Mi az, Laci? Számolj el 5-ig! 4-5! Laci, majd látod, hogy a te fiam! Hát az én fiam! Oh, my God.
ráncsuk be, mint szél a budi ajtó. A barcikám, te! Honnan szerezted? Mondjuk úgy, hogy itt van. Lotta! Laci! Te Lotta! Honnan van a zene? Zene! Ne! Ne! Hol? Hol a bőrös? Oda kezdve! Ne! Hol a bőrös? Hogy itt lesz? Ne! Te valami! Hol lesz kívül? Zene! Te lopod a zenét, a te fiat! A te fiat! Nem loptam! Szereztem a Tómát, gondoltam senki, meg úgy sincs, elhozom! Úgy sem! Hát hogy lehetsz ilyen? Loptad esküvőn napján? Valika! Elveszem és félhet is, hogy te lopsz! Valika, szereztem! Te valaki ott hagyta te meg! Látod, hozod te! Te fiat, gassa lakni! Te szégyeld magad! Szégyeld magad! Szégyeld magad! Ezért szültelek! Takarod ki a házamból! De azonnal! Utállak! Utállak! Valika, csak miattad! Köszönöm, Laci! Nagyon szépen köszönöm! Ide figyelj! De azonnal! Most visszamész, hogy kihagyott el zenét. És mondod, hogy tévedésből véletlenül bocsánat! Igen is! De! Előbb megeteted, megitatod a zenét, uratát! Eteszem, itt jutom! Édesapád hozott neked zenét az esküvőre. Kislányom, férjhez mész, ráadásul a vőlegények. Megjöttünk, szomszéd! Hú, már ide szaladt az idő. Szomszéd! Csakott el, bácsi! Csókolom! De szépen! Gyere! Csókolom a kezedet, Csófika! Szilva pálink! Szilvából készül? Akkor csak egy keveset. Neked bizony jöhet, én minden szart megiszok, csak árcsot. Jaj. Sányi! Nem iszom alkoholt. De nagy lett! Ilyen kicsi voltál. Igen, már csak mi nem öregszünk, Zsófikám. Nem is! Na, egészségetekre! De, látom, hogy van zenétek! Kacsi bátyának azt mondja, zene, akkor zene! Laci nekem lopta! A Laci zene szerző! Lopta! Mindegy az, csak legyen! Ügyes gyerek ez a Laci! Azért ügyes, mert lopott? Ó, de már keresi a gazdáját! Ha mire? Tudjátok, mi a ti nagy bajotok? Az, hogy túl becsületesek vagytok. Igen. Bárcsak ez a kohonya szerezze zenét, ne félj, én úgy megtartanám, mint a pintje. Ha persze, te is svájci lennél, te se sokat tökörész. Kármán, te svájci vagy, mégse tartanád meg. Persze, én nem tartanám meg, na de hát én egy nagyon svájci vagyok. Szerinted a pincset ma? Az! Na de hát! Mikor lesz már eladó a mennyasszony? Soha! Szerencsém lesz, hozzáértem a mennyasszonyhoz! Valikám! Szerencsém lesz, hozzám ért a mennyasszony! Még a krumplit is csak elgurulni! Legésed az eskü? Nem tudott az elgurulni! Na, Zsófikám! Valik ajándéka. Ja, most Kármán, majd utána. Egészségedre. Szép nagy. Nem is volt olcsó. Legfeljebb ne veszünk fél évig, de legalábbis te. Hát, akkor mi mennénk is. Miért? Hát, nem leszünk itt karcsi. Nem. Nem. Miért? Nem lehet. Szóltak. Szóltak ettől a svájci népi hadseregtől, hogy ne. India a svájciaké népi hadsereg honi szekciója, papa. Na hát, attól.
Megtiltották? Nem is az, hogy megtiltották. Csak hogy ne. Megint a szekció. Hát szomszédok vagyunk. Hát de mi? Hát tudjátok, hogy India régebben Svájchoz tartozott, és... De hát mikor? Kálmán, mikor? 100 000 éve. De és most én mit csináljam? India a svájciak is. Sanyi! Valaha tényleg Svájc volt, de hát mikor? Ezek tisztára megőrültek. Nekem is szoktak szólni, hogy költözzek el innen, de hát nekem itt született az anyám, az apám is, ez a Zsófi itt született. Mi is itt születtünk. Sanyi! Karcsi! Neked már többször szóltak? Te Karcs! No. Karcsikám! Azt hiszem, az lesz a legokosabb, hogyha mi mostanában nem találkozunk. És ne is telefonáljatok Zsófikám, hogyha nem muszáj. És hogyha nem ismernék meg benneteket az utcán, akkor ne haragudjatok meg, mert persze, hogy megismertünk. Csak tudjátok, jobb a békesség. Jó. Minél? Károly! Vigyétek innen ezt a... Nem kell a svájci ajánlat. Sanyi! Sanyi! Meg akarsz ölni, szomszéd? Hát tudjátok mit? Hát így hajjon a Malikám! Hát mint egy menyasszony! Oh, Malikám, csillagom, gyerekem, hát de szép vagy! Mint egy királynál! Ugye, Sanyi? Az. Jaj, Margi! Szervusztok! Csókolom! Szervusz, gyerekek, szervusz! Zsófikám és a nagy kuktám kéne vissza, de csak az esküvő után. Persze, Margitkám! Margit! Az én kuktám, nem? Margit! Az a kukta a mamáé! Sanyi! Ne sírj, Zsófi! Megyek, megmosom neked a nyakam. Az? Jöttünk, hogy menjünk! Mit akartok tőlünk? Lapos elemet! Majd! Ide körülök! Kecské! Numet káposzta! A ríz elejét! A ríz hátulját is! Másodszor kérdem, Kolompát Arcsi, mit akartok tőlünk? Túl gazdag vagy! Iszünk tőle! Isten kusáni, menjetek innék! Tudjuk mi, hogy minden van a kiskiszébe! Ajtót nyissák! Nyissák, folyózzál! Ja, vagy hangkonzervet! Nyissák, turkáló! Ez a kávó, ez a kávó! Én már trekerizett a műregény! Hát a mennyasszony, kapedel őre! Mindjárt levegyünk az ablakon! Levegyem a szúnyog hálót! Jöjj ne! Látunk még egyet, igaz? Az még egyszer, Karcs! Az ifjú párra! Az ifjú párra! Fia! Te ne így jár! Neked ma még állod kell! Jaj, azért! Én is nagyon szeretem a Zsófit! Meg a Karcsi bácsit is! Te hol a mennyasszony? S itt is van már Bognár Gábor. Itt vagyok. Ő lesz a bár. Én leszek. Ajaj,
inkább egy bal szélső! Igazán van, én is otthon! Ott van, hogy kilátnom, szerelmeses Marikát! Nem vagyok ott, vajon! Nagyon vigyázz, drága fiam, mert én is nagyon mellé rontottam a zongolát. Mert én nyertem meg a főnyelem. Szerelmetes Marikám! Na te vagy-e az vajon? Vetik már a hófehér tollas nászi árat, Gábornak is szűzneinek a szép Marikát. Aj, de szép vagy, Marika! Még, ha még egyszer fiatal legyen. Ekkora kis keze volt! Összefolt a vér a vérrel, Gábor Vali életére. Éljen az ifjú pár! India! A svájciak! Pakolj, Zsófi! Elmegyünk innen. Végül is. Nem volt itt olyan rossz. Azért nem teljesen így történt, de elmentünk innen. És akár merre mentünk a világban, mindenütt kitörő örömmel fogadtak minket. We'll be right back.
Robika! Igen? Dolog idő. A bíróság bent vonul. Mindenki intelligensen álljék fel. Mondom, intelligensen. Milyen intelligensen áll fölfele, de pedig cigány? Na! Kolompár Károly és társai kontra a Magyar Szent Korona, az úr 1772. évének tövistenyésztő Szent Bertalan napján. A tárgyalást kirekeztem. Mindenki jó hangulatban üljék le. A pörtárgya, miszerint fentebb és általam említett Kolompár Károly és társai embert ettek, büntetéstétele 12-től 25-ig terjedő halál. Öné a szó, ügyész úr. Köszönöm, bíró úr. Bíró úr, tisztelt esküdtek, bíró úr. Most sem mondhatok más, és máshogyan sem. Mindannyian tudjuk, hogy ezek a cigányok embert ettek. Méghozzá olyan embert, aki nem cigány. Magyar! Döntsük el ideje korán, vagy inkább ma. Mint végezzük ki őket oly módon, hogy ugyanannyit szenvedjenek, hanem többet, mint áldozataik, akiket nem egyszerűen csak megettek, hanem tették a saját gyerekeik számára! Szemet! 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 Onnan is kivenni! Gyerek a látterek! Onnan is kivenni! Nézzünk rájuk csúnyát! Nyugalom! Nagy Karcsi bátyát! Tiltakozom, bíró úr! Tanulatlan kollégám hangulatban kovácsol! Tiltakozást elfogadhatom egy kicsit, hogyha annyira akarja. De igen, most már elfogadtam! Köszönöm! Tisztelettel bocsánatot kérek, kedves bíró! A bocsánatkérést szeretettel elfogadom. De utoljára figyelmeztetem, ügyész úr, hogy az esküdtszék dolga eldönteni, hogy ki bűnös és ki nem ártatlan. Valamint az én tisztem a bűnösökre, illetve az ártatlanokra rávérni a büntetést hatályos törvényeink törvényes hatálya szerint. Igaza van a bíró úr! Meg ne utasítom! Ne vágjon a szavamba! Tisztelettel bocsánatot kérek, bíró úr! A bocsánat kérés, mint bíró, kénytelen vagyok elfogadni, te mint magánember! Zsugok magának valamit, jöjjön ide! Bíró úr! Na! Gyerünk! A bűnösök álljanak föl! Mori! Na gyerünk! A bűnösök álljanak föl! Elnézést, bíró úr, elméletileg, de pusztán elméletileg, amíg az esküdtszék el nem ítélte védenceimet, addig Isten igazántiból senki sem nevezheti a bűnösöket büntetlenül bűnösöknek, kivéve bíróra. Ne keressenek csomó! Ki tudja, hogy ezek a cigányok embert ettek? Igen! Embert ettek! Igen? Az egyiknek vattacukrot lát! Igen, vattacukrot! Az meg kovászos volt! Kérem, itt Kolompár Károly! És nem csak ettek! Itt a bíz! Igen! Embert itt a bíz! Ember igok! Embert itt a bíz! Tessék! Állatok, bíró úr, állatok! Bíró úr! Bíró úr, tisztelettel kérném a vattacukrot a vádhoz ragasztani. Köszönöm! Az ügyészségtel továbbra is azzal vádolja ezen cigányokat, hogy Csordány Zoltán embert és embertársait bűnös módon előre eltervelt hirtelen felindulásból evés által fogyasztották el. Először is megkérdezném a vádlottakat, hogy elismerik-e a vádat, miszerint több rendbeli emberevést hajtottak végre a fentnevezett emberszemélyeken, akiken ezt elkövették. És ez kérdés volt? Nem ettünk mi embert, kérem. Kovács a csukorka meg, maga a csukorka. Kérem, én Kolompár Károly vagyok. Most döntsük el, Kolompár, hogy maga a védő vagy én. Miért van neki? Hello! Rendre utasítom. Az ügyész úr beszél. Köszönöm, bíró. Hé! Hoppá, csupá!
Sós Péter vádlottat szólítom. Engem? Igen, cigány, miért talál engem? Na menjen már Orsós a fülére, Asszi! Orsós Péter vádlott. Kijelentem, hogy mindent felhasználunk maga ellen, beleértve mindent, amit soha nem mondott, és amiről azt gondoljuk, hogy gondolta, és azt is, amire mi gondolni sem merünk, kivéve bíró uramat. Igen, is kérem. Orsós! Feltéved, de nem megengedve, hogy maga nem cigány. Szokott maga néha enni? Alkalomattán kérem, de fél éve egyáltalán nem. Meg tudnál nekünk mondani, hogy mi ez? Tojás, Péter, tojás! Ne kapkodjon, Orsós, ne kapkodjon, gondolkozzon. Szokott gondolkozni, nem? Igen? Nem. Szoktam, de olyankor mindig sírnom kell. Hát most itt a kiváló alkalom, tessék! Elfelejtettem, mi volt a kérdés. Persze, nem baj, segítek, mi ez? Tojás. Majdnem, Orsós, majdnem! Héjában főzés által keményre főtt, főtt tojás! Szeretem! Meg tudnál nekünk enni itt fényes nappal? Tojás, persze! Miért nem én? Haladjatok már, én is éhes vagyok! Nézzék! Eszik! Eszik! Bizonyítettem mindannyiunk a láttára, hogy tud enni! Nem ezzel kérem! Nem ezzel! Később, Orsós, később! El kellett volna gondolkodnod, amikor embert. Látnád, milyen bérfogja felette? Így csak egy cigányképe! Töröm, mint a tojás reggel az ügyén, szegény kis tojás, hát mit végett annak a tettes cigányra? Szegény gyúkom! Azóta otthon zokom! Hogy fogok a szemébe nézni? Hazudj neki valami! Nem tudok neki hazudni! Bíró úr! Tisztelt esküdtek, és akár mások is a saját szemükkel láthatták, hogy a cigányok esznek. És nem csak esznek, isznak is! Ember jó! Láttak egy tojásból! Tojás? Csak tojás? Igen, csak tojás! Meg lehet! Megutámadták a fiamat! Felhelytek a fiamra! Mi akarták lehelni a teret? Nem bíró! Tisztelt bíró úr! A vád a cigányok általi emberevés tényét 50%-ban bizonyítva látja, nincs több kérdése. Öni a vádot. Köszönöm. Tisztelt bíró úr! Véletlenül a védelem birtokába jutott egy, ne kerülgessük, mint forró macska a vádötletőn a hegedűs. Tojás! Kérem, fogyassz el, egészséggel. Jó étvágyat kívánok! Jó étvágyat kívánok! Köszönöm szépen. De ne. Tehát a védekezés, bíró. Tehát ha egyszer nem szeretem a főtt bíró, én erre alapozom a védelmet. Én meg nem értem magát, ügyvéd úr. Bíró, véletlenül a védelem birtokába jutott egy adag kakaspörkölt kapros túrós ganuskába. Hibával. Kérem, fogyassz el egészséggel. Jó étvágyat kívánok. Valaki más? Magyar ember, ne beszélj! Bíró úr, a védelem véleménnyel visszavonult. Fél évig kibírta evéstét. Nem tudott volna még 5 percet várni? Zokogja magát a helyére. A vád szólítja! Lakatos Falkó vádlottat szólítom. Lakatos Falkó, intelligens... Álljék fel! Én? Vonuljék a centrumba, Lakatos, vagy én vonuljak? Lakatos, hát nem tudok segíteni. Menjünk, kérem, megyek. Okosan. Menjél, tojás! Mi? Nézze, Lakatos! Szólíthatom, Lakatos, Lakatos. Köszönöm, Lakatos. Árulja már el nekünk, hogy foglalkozik-e valamilyen foglalkozással. Telente színégető vagyok, kérem. Nyaranta bályogot vetek, őszönte napszám. A NASA-nál vagyok N-dimenziós, fekete lyuk elemző. Gondozok, ami akar, kérem. És hol volt maga 1769. október 17-én? Régen volt, az kérem. Valóban, valóban. Akkor mások kérdezem. Hol volt maga régen,
1769. október 17-én. Nem tudom. Nem tudja? Nem? Vagy nem akarja tudni? 1769. október 17-én ették meg Csordás Zoltán, hogy tagadja, Lakatos? Maga tudja, ügyész úr. Jó, jó. Akkor egyet mondjon meg nekem, Lakatos, de őszintén. Lakatos. Szereti maga egyáltalán az emberek? Hát persze, hogy szeretem. Aha! Aha! Szereti! És hogyan szereti őket, Lakatos? Nyárson sütve? Vagy esetleg... Jaj, dehogy is úgy nem! A kérdés a feleje, Lakatos! Nyárson sütve szereti jobban az embereket, a csőbe húzva, párolva, pattintva, polírozva, pirítva, panírozva, vagy levesbe sütve szereti jobban az embereket! Hát én nem úgy értettem, bíró úr! Arról beszél, hogy mit értett és mit nem, hanem válaszoljon az ügyész úr kedves kérdés. Köszönöm, bíró. Nyárson sütve, csőbe húzva, pirítva, pattintva, polírozva, vagy levesbe sütve szereti inkább az embereket. Sehogy sem. Nem szeretem őket. Ha nem szereti őket, akkor bizonyára okkal! Mert nem ízlik az intelligens, vajtfülű gyomrának! Vagyis kóstolt már ember, Lakatos! Hát maga mondta, Lakatos, én csak következtetek a szavaiból, de jó, Lakatos! Jó, 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 jó! Öntsünk vizet a pohárba! Hol ettem a Csordás Zoltán, vagy kivel? Kérem szépen én! Kérem, én Kolompár Károly vagyok. Hello! 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 Válaszoljon a kérdésre, igen vagy nem? Attól függ, hogy mit igen vagy, mit nem, bíró úr. Köszönöm szépen, bíró úr, tisztelt esküdtek. Láthatták, amit hallani akartam. Darabokra zúzdaltam a védekezését. Öné a vádlott, nincs több kérdés. Tisztelt bíró úr, fel kell tennem önnek egy, és most nevezzük nevén kérdést. Szereti ön a cigányokat? A bíróság hivatalból nem foglalkozik magánügyekkel, mint magánember viszont nem vagyok hajlandó hivatalos kérdésekre válaszolni. Helyes bíró úr, adjuk a cigányokat. Itt vannak nekünk a négerek, a zsidók, a kínaiak, a mostoha is otthon szülők, a tengeri médiakurátorok, a médiakurátorok, és hát a nők, bíró, a nők, hát valamelyiküket csak szereti, bíró, nem? Már a feltételezést is kirekesztőnek van. Helyes, bíró, helyes! A helyes vésnek helytadok. Köszönöm. Nem itt beszéltük meg, Lakatos. Röstelje magát a helyére! A vád vallomásra szólítja, Kolompár Károlyt szólítom. Na, húzzál már a centrumba, cigán! Igen, cigán, miért talán én menjek oda? Hát, ha már így lehet választani, akkor inkább magam. Oh, hát akkor itt vagyok, kérem. Most örül? Mondja Kolompár, szólíthatom Kolompárnak, Kolompár. Nem, nem vagyok cigán. Ezzel ne húzod magad seki, se össze, se fel! Emberemő! Cigány! Cigány! Én nem ettem embert! Ne ettesen itt minket és magát, és másokat magával! Mindannyian tudjuk, hogy maga embertevet! De nem is az a kérdés, Kolompák! Hanem a kérdés az, hogy megette volna Csordás Zoltán akkor is, ha cigány! Nem. Tehát azért ette meg, mert magyar ember volt! Köszönöm! Nincs több kérdés! Ki akar törvényszolga lenni? Én! Már gyerekkoromban is mindig szívesen játszottam törvényszolgáson. Remek! Hát akkor maga lesz a törvényszolga. Felkérem, hogy ünnepélyesen vegye által a rekvizitumokat. A rekvizitumokat? Ünnepélyesen által adok. A rekvizitumokat ünnepélyesen által veszem. Látjátok, ezért mondtam, hogy tanulja. Fölvitt az Isten a dolgodat, becsülted magad! Kolompár Károly vagyok, fiam, Karcsibát! Most vált Robert. Robika! Szép nagy ember! Mekkora cigány! Testvér! Nem vagyok a testvér. Dehogy is nem, fiam, cigány lettél. Látod, mindannyiunkban ott bujkál egy cigány. Nem lenne testvér, kettős! Üljék már le, mocskos cigányok!
Szólítom a várt hányadik tanúját, Unger Mihályné Kiskumbellát, született Nagy Ilonát szólítom. Unger! Mit vétettem? Unger Mihályné Kiskumbella született Nagy Ilona, vonuljék a centrumba. Esküszik, hogy forrás volt, tiszta forrás volt, csak tiszta forrás volt. Arcsulában, memlék tűzhely hamujában. Nagy Ilona! Nagy Ilona! Ezen nem felszólítom, hogyan ették meg ezen cigányok Csordás Zoltán. Meg! Ilona! Szólíthatom Ilonára. Ilona, köszönöm, Ilona. Tegyük föl, maga eszik valamit. Én? Soha nem eszem, ugye túl soha! Értem. De van önnek mondjuk kutyán? Van, kérem, de nem ettem meg. Nem erről van szó, Ilona. Amikor a kutyája eszik, az is eszik valahogyan, nem? Tálkából, az ön kezéből. Az én kezemből nem evett cigány! De valahogy csak megették ezek a cigányok Csordás Zoltán, Ilona, őszintén, ne? Ették, itták! Tehát, amikor az ön kutyája eszik, az is eszik valahogyan, tálkából, letár az ön kezéből, esetleg asztalról, de ezt már kérdeztem, Ilona, kivéve az asztalt, az asztal kivéve, Ilona. Nem eszik asztalról. Tiltakozom, bíró úr! Tanulatlan kollégám a tanú szájába adta az asztalt. Elutasítom. Nem ezt beszéltük meg, Ilona? De! Ezt beszéltük meg, Fermo! Ilona! 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 Az ön kutyája nem is eszi paszkal. De vajon a cigány? Annál inkább Ilona. Megkapkodjon! Megkapkodjon! Gondolkozzon! Most? Igen? Hát éppen gondolkodhatok éppen. Ez már az? Olvassa vissza a következő mondatot! Hát erről beszéltem eddig. Asztalról ették meg, jaj drága ügyész úr, asztalról is, mert kisterítették a fehér abosszal. Hát erről beszéltem eddig! Asztalról ették meg, jaj drága ügyész úr, asztalról, és meg istenítették fehér abrosszal! Na ugye, Ilona! Tőlem kérték az abrosz! Bíró úr, kérem az abroszt a bizonyítékokhoz fércelni! Hát azt már nem lehet tekintetes bíróság, mert megette a kecske! Hát bíró úr, fel kell tennem a kérdést! Hát eszik a kecske abrosz? Tőlem kérték az egyszájtot, meg a terítéket! Tőlem is kértek segélyt! Azt mondják nekem a cigányok, hogy Mari néni! Mert hogy Mari vagyok, tisztelt bíróság! Hat házi bárja! Kérem jegyzőkönyvbe venni. De hát mi a fő néni? Na hát erre mondom nekik illendően. Néni, ám az a nádon forgó tetves cigány kurva nővéred? Na hát erre nekem támadnak! Mari néni, volna olyan szíves kölcsön adni a hollóházi porcelánt, meg az ezüst egyszágot, ha meg nem sértjük. Ezekkel a szavakkal! Én meg kölcsön adtam. No! Bár ne tettem volna! A hollóháziból ették meg szegény Zoli, az ezüst halkéssel. Halkés, bíró úr, halkés! Hogyan értem pontosan halkés alatt? Hát szegény Zoli szálkás volt szegény. Apuka! Igen, szálkás volt, és mi a baj? Nem mi baj, csak szálkás volt, gyember. Mi
illetve a hullóházi porcelánterítékkel. Visszaadták rendesen, ahogy kell, miután kérték belőle az olit. Bíró úr, kérem a hullóházi porcelánterítéket a bizonyítékokhoz utalni. Nem lehet a tisztelt bíróság, megette a rozsda! Á, bíró úr, megtettem egy újat! Hát eszik a rozsda porcelán? A rozsda! A rozsda! Eszik, mert nem látta, hogy mit tesznek elé! E városi buzi! Tiltakozom, bíró! Szexuális hovatartozásomat meleg tekintettel vállalom, de földrajzi irányultságom minden ügyvédek legszentebb magánügye! Tiltakozásnak helyt ad. Nagyon szépen köszönöm. De menjen innen a helyére, meg a városi! Hát te városi! Hát te városi! Hát te városi! Hát te városi! A csorgás szoltálat! Csendet! Csendet, hogy kiterítettem a vermet! De azt a cigány száját! Mondom, csendet! Ne szerénykedj, gyere lépje már a csorgás szoltál! Csendet! Menjen már ki Zolibán! Maga valóban Csordás Zoltán filmesztéta? Anyja neve Mihai Özvegy Csordás Zoltánné, lakik Doboz, 5724 Szent Imodán közt 97-99. Hát leszólaljon. Csordás Zoltán vagyok, bíró. Magyar ember vállalja a nevét. Tisztelt bíró úr, tisztelt esküdci, kedves összegyűjtek! Mint hogy az itt megjelent Csordás Zoltán teljes testi fogyatékosságában megjelent itt a szemünk láttára, nyilvánvalóvá vált a tény, hogy nem ehették meg még a cigányok sem. Úgy van! Tudjuk, amit tudunk. Tisztelt bíró úr, a védelem kéri a vád elejtését 4 emelet magasságra. Hűha, az nagyon magas, bíró! Tiltakozom, bíró! A védelem képviselője hajlamaitól vezérelve a tényeket is ferdíti. A vádat 4 emelet magasból elejtem. Gratulálok! Magam is elvesztettem volna. Megint a cigányok jártak jól! De mit vártál egy zsidó bírótól? Mi? Zsidó? Nem látod! Zsizsi! Nekem is! Lóri! Marha magyar vagy sem magyar! Magyar vagy! Egész Európába megtalálsz! Elfeleljük róla tapasztalni! Hagyjátok már! Hagyjátok itt a gyerekek! Itt mulatt a zsibrák! Hát, hogy jogszerű volt az ítélet, de belégségesen igazságtalan! Éhen fogsz dögleni, cigány Bérenc geci! Egyébként utvahoz fordulunk! Csendet! Meg ne szólaljon magát, megették! Csendet! Köszönöm. A sírató fajt fogsz térden csúszni! Egy halasíros legyél! Köszönjük a félpályás útrezárások elállásán! Édesom, ha egyáltalán nem itt tartja! Jó Istenem, ne szűnj velünk! Magyar bíróságra! Tisztelt bíróság! A vád kéri, és a kérés útján egyben követeli, hogy tanúként jelenjen meg az itt megjelent Csordás Zoltán. Tanúként! Jaj, utvarunk, utvar! Ne legyen még vége, bíró úr! Olyan fáj, kis pörgó! Ez igaz, gyöngyöm. Bíró? Természetesen, bíró. Hát akkor én a tárgyalást
tovább rekesztem. Gyújjatok a helyetekre, mocskos fugás! Hát akkor, bíró úr! Hát akkor én most néged arcul sértelek! Kérlek! Szervusz! 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 Anyádba a jó Isten! Isten hozott magyar földön! Köszönöm! De bírókám! De teljesen rám hoztad ám a félsz! A szed már össze magad! Vagy én szedjelek össze! Nagy csivány vagy te, bíró! A bíróság tovább vonul, mindenki szeszélyesen foglaljék állást. A vádat visszaejtem. Mindenki szivárványosan üljék le. A vád szólítja a tanulat, Csordás Zoltán. Csordás Zoltán, üljék már le, mocskos cigány! Elnézést, csak a megszokás. A feldolgán vonuljék a centrumba. Esküszik, hogy forrásból, tiszta forrásból, csak tiszta forrásból. Karcsú lábam nem lép tűzhely amolyán. Mondja, Csordás úr! Szólítatunk Csordás úrnak, kedves Zoltán. Igen. Köszönöm. Hol volt maga 1769. október 17-én? A völgyben, kérem a réten. És történt-e valami szokatlan? Igen, kérem. És micsoda? Engem kérem megettek. De kérem, elismételni még egyszer, amit mondott, akár hangosabban is, ha úgy johagy. Bíró úr, engem megett. Apuka! Húzja neki, minek ment oda? Régen elett magasból, mi? Ügyvéd úr, ezt az embert itt megették! Természetesen, bíró. Csordás úr, rá tudna mutatni ebben a teremben azokra, akik megették? Akire csak parancsolni tetszik, ügyvészünk. Akkor legyen kedves, mutasson rá. Ő? Ember! Ő? Meg ő? Zoltán! Ismét áll a szemembe! Megették Karcs! Meg a kisasszony! Jaj, a betegség szoriba! Meg ő? Mi? Ő? Én nem! Én még akkor nem is voltam cigány! Én cigány! Késő! Melyik? Meg ő? Na, tőled oda! Zoltán! Legyen esze! Meg ő ott, hát! Én nem csináltam semmit, bíró úr! Kérlek szépen, én még álltakam! Bíró úr, tisztelt esküdtség, bíró úr! Fontos tényként hagyj jegyezzem meg, hogy az elfogyasztott Csordás Zoltán és a fogyasztó cigányok közötti szembesítés bebizonyosodott. Köszönöm. Mondja, Csordás úr! Tudom, hogy nem könnyű erről beszélni, és nehéz is. Mégis meg kell kérdeznem a kérdést. Látta-e valaki, amikor önt megette? Sajnos, kérem, látta. Megérem túl ezt az ügyet. Egyetlen barátom, a kopasz Imre látott megerődni engem. Kopasz Imre. Ügyész úr, nincsen rá szó, amely kifejezhetné, mennyire fájt, amikor csak ettek, ettek, ettek. Köszönjük, Csordás úr, nincs több kérdésem. Öli a tanú, fogadja szeretet. Nagyon szépen köszönöm. Igen, tisztelt Csordás úr, ön itt áll előtt. Igen. Ugyanakkor azt állítja, hogy önt megették. Hát nem hazudhatok ki! Mondja, nem lát itt valami ellentmondást? Nem. Bíró úr! Hát nem furcsa ez? De. Köszönöm, bíró úr. Nincs több kérdésem. Csordás Zoltán, szoruljék a perifériára! Örültek a szájuk széléről lefele, csoncsát az üveg, a bócsit, valamelyiknek a gorkát! A vád tanúnak szólítja, Kopasz Imre tanút szólítom. Kopasz Imre,
Az én vagyok, kérem, ha a kopasz Imrét tetszett gondolni, én lemegyek. Kopasz Imre, vonuljék a centrumba. Kopasz Imrét hallok, kérem, én megyek. Na de hát Hoppi Lőrincnek tetszik lenni, Hoppi! Kedves fiam Mátyás, ezt fogd meg, emeld a magasba, és őrizd, ha esetleg nem jönnék vissza a harcmezővel. Kopasz Imrét hallok, kérem, én lemegyek. Evettel a gyógyszert? Lőrinc! Kopasz Imrét hallok, kérem, én itt vagyok. Maga valóban Kopasz Imre röntgenasszisztens? Kopasz Imre vagyok, kérem, de nem ez a nevem. A nevem Lőrinc. Nemes krasznahorkai Hoppi Lőrinc, de csak 1769. október 17 óta. Felhívnám a tisztelt bíróság figyelmét, hogy Kopasz Imre elhoppi lőrincesedése és Csordány Zoltán cigányok általi felfalatása olyannyira egy napra esik, hogy egy helyen is történt. Ugye nem járok messze az igazsággal, kedves lőrinc. Táborról sem, kedves ügyész úr. Esküszik, hogy forrásból, tiszta forrásból, csak tiszta forrásból. Karcsú lábam nem lép tűzhely hamujából. Kedves Imre! Szólíthatom lőrincnek. Szíve joga, ügyész úr, de Károlynak semmiként. Mi vagy a Károlya? Legyen szíves, fogja már azt a cigány szerep cigány! Hello, hello! Köszönöm, hírunk. De kedves lőrinc, el tudnál nekünk mondani a saját szavaival, vagy akár az enyémmel is? Igen, kérem. Én azt láttam, hogy a legjobb barátomat, Csordás Zoltánt megeszi egy cigányokból álló csürhellék. Kedves nő, felismeri a cigányokat ott a cigányok között? Igen, kérem, ők voltak azok. Pitymallatkor látom őket Stamperdi által aszutörtő pálinkát fogyasztani, de akkor már hozták is az ott. Sivalkodott szegény Zoli, de nagy kés, ügyész úr, nagy kés! A vérét, a drága vérét egy kék vájlingba felfogták, és hagymán dinsztelbe elfogyasztották, de még mielőtt annyit mondhattam volna, hogy egy van ki alaptamattal. A fülét, a gyönyörű fülét műtfaparázson megpirítva rágcsálták, aztán gázpalacsal leégették a szőrét, és igen hát kérem a bajuszát is, ó, az a szag, ó, az a szag, ügyész úr! Aztán a lábánál fogva fellógattátok az Zolit, és ketté hasítottátok. A máját megreszteltétek, és veselő, és igen kérem, rizibizi! Mikor kitépték és megették még dobogó szívét, odahajolt hozzám az Zoli citroma a szájára, és azt suttogta. Egyetlen barátom, Kopasz Imre, állj értem bosszút! És akkor én elhatároztam, ne legyen a nevem Kopasz Imre. Megköszönjük Hoppi Lőrincnek Kopasz Imre szívbe markoló szavait. Az eset annyira egyértelmű, hogy a vád visszavonult. Nincs több kérdésem, ügyvéd úr, öné a tanul. Köszönöm. Kedves Hoppi, ön tehát azt állítja, hogy látta, mint védenceim megették az itt jelenlévő csordást. Igen. Hogyha ön olyan közel állt az eseményhez, hogy mindezt a saját szemüvegén át is láthatta, hogyan lehetséges az, hogy önt nem ették meg? Ezt azért ilyen direkten nem mondanám. Nekem is megették az egyik karomat. És miért csak a karját? Szerencsém volt, kérem. Már jól laktak az Zolival, ugye Zoli? Én személy szerint akár meg is bocsátanék ezeknek, de azt azért nem akarhatom, hogy ez más rendes magyar emberekkel is előfordulhassék. És melyik karját ették meg? Ezt itt. Tehát ezt itt, amelyiket a kezemmel fog. Igen. Lehetséges. Magam is csodálkozom rajta, hogy én. Valami baj van, ügyvéd úr, segíthet? Bíró úr. Furcsa világban élünk. Igen.
Ügyvéd úr, még nincs veszve minden. Legyen szíves! Fogja be a cigány száját! Hello, hello! Hoppi Lőrinc, néhány kopasz ember, szoruljék a perifériára. Ügyész úr! Köszönöm! Bíró úr, tisztelt esküdtek, bíró úr! Hallottuk a tanúk szavait! Arra kérem, makas tagadásuk folytán rendeljen a vádlottak legsúlyosabb, narancssárga, hetedik fokozatú nyílcini kínvallatását! Köszönöm! Narancssárga, az nagyon sok bűn! Narancssárgát a cigány! Narancssárgát! Csak amennyiben az ügyvéd úr is beleg. Kínvallatás, bíró úr, ez nevetséges! Védenceink a legkínosabb vallatás során sem fognak más mondani, kínozzák meg őket nyugodtan. Nem, 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 nem. Nem én. Kérem, én Kolompár Károly vagyok. Hozzanak rám szégyen, Kolompár! Hello, hello, a vádlottak narancssárga, hetedik fokozatú nyílt színi kínvallatását ezennel elrendelem. Bíró úr, nem lehetne inkább csak hatos fokozatú? Lehet, mi lehetne, Duba Rózsabogara? De ne! Kínozzatok halálba! Narancsság, hetes! Arnold Schönberg, Zongora Suite, opusz 25. Tisztelt bíró úr, tisztelt esküdtek! Az ég világon nincs olyan súlyos ítélet, mely méltóképpen büntetné védenceimet. Enyhítő körülménynek kérem figyelemként értékelni antiszociális bűnözőket. Antika! Vagy higiéniailag szennyezett kínállományokat, optikailag mélyen szántó bőrszínüket, primitív személyiségüket, és nem utolsó sorban egyetemes műveletességüket. Köszönjük szépen, bíró úr!
Felkérem az esküdtszéket, hozza meg egyértelmű döntés. De hát, bíró úr, még nem alakítottuk meg az esküdtszéket! Mi? Majd te már itt egy még nem alakítottuk meg az esküdtszéket! Most erőjünk? Hát nem, de hát... Ki szerint bűnösek a bűnösök? Fél úr. Miért kellett ember tenni? Rendben van, maguk voltak az esküdtszék, tehát bűnös. Kolompár, kolompár! Akar élni az utolsó szó jogán? Az a tanulságos volt, kolompár. Ítélet hirdetés, mindenki szivárványosan álljék fel, kivéve bíró uramat. Nem, nem, ilyenkor én is föl szoktam állni. A Magyar Szent Korona függő bírósága a bűnösöket bűnösnek találta. Bűnös módon, hirtelen eltervelt szánt szándékkal, aljas nyereségvágyból evés általi több rendbeli visszaesőként elkövetett emberülésben, a többség folyamatos és sanda kirekesztésében, etnikai tisztogatásban és takarításban, hiszen azért fogyasztották el az itt jelenlévő Csordás Zoltánt és a balkarják fájdalmasan hiányló Kopasz Imre balkarját, mert nem cigány, hanem magyar ember. Ezért. És hát persze sok minden másodott is, amivel most viszont nem rabolnám itt a drága időt. Az itt felsorakozott cigányokat, valamint távollétében az összes többi cigányt is halálra ítéli. A halál neme, eleve nem való teljes és részleges megnyúzatás. Az ítélet közhangulat által azonnal végrehajtandó, ellene az ügyvéd úr fellebbezést nyújtott be hozzám az ítélet végrehajtását követő 8 munkanapon belül. Szlovákiában ma is nyúzó völgynek hívják. A kort pedig a felvilágosodás korának nevezték el. Terész néni! Terész néni! Tessék szépen fölébredni anyukának, magának szólítják a harcot. Jaj, de jó, hogy felébresztettél, drága menye! Jó reggel! Terész néni, visszaadnám a kölcsönhálózsát. Nagyon röstellem, de összegyűrődött. Nem baj, majd az én drága Árpádom borotva élesre vasalja az élét. Ugye, Árpád? Lehet vasalni! Véhegy még egy csöppet, férjecské! Nem lehet, angyalom, mert én azt mondom, hogy vasalás nekem kiporton a szemem. Jó reggelt, édesanyám! Jó reggelt! Terész néni!
Nem tudnak kölcsön adni egy nadrágot? Dehogy nem. Na lássuk, melyiken akad meg a szemed. Cső, halász, párhuzam, trapéz, kertészrépa. Egyik jobban hangzik, mint a másik. De csak mert még nem láttad az én karénekes öltönyömet. Karcsi bácsi, aludni tetszik? Rikám, ne ébresd légből, hagyjad aludni. Jó lesz, gyerekem. Pont jó. Oda is. Álmodom a vésüket, kisfiam. Jaj, édesanyám, azt álmodtam, hogy robotpilóta kex vagyok. Szegényként már megint. 643. 644. Karcsi bácsi, aludni tetszik? Mert ha nem, akkor jó reggel, mert már délután. György, te felébresztesz fényes nappal álmából egy almó ember, felébresztesz bűn. Hát a Gyurikám, csak felébresztettem. Kezi csukó! Felébredtem a Karcsi bácsi is. Ne haragudj, Zoltán, ha meg nem sértelek. Jaj, nem, dehogy is. Sőt, köszönöm szépen. Karcsi bácsi, én is úgy aludtam, mint a tej, amikor rosszul alszik. Nem kellett volna idejönnünk az éjjel. Nagyon rossz helyez. Karcsi bácsi, elfogad egy kávét? Kávé! Bertuskám, hát én főzzek a Karcsi bácsinak kávét. Hát ez a kant! Az Immanuel! Nem lehet letenni! Nem? Akkor add ide! Tényleg! Ugye, Vince? Ugye? Leányom, sifja! Én rakjam össze a kávéfőzőt! Elsébe, te már ekkorát hibáztunk! Városodom az idegőrök! Ne tis kutyuk! Miért baldágító? Önnek valósító! Citoplazma! Nyújti, Filter! Elsébetem! Ne csavard! Add ki! Majdnem csavart! Lényeg az, hogy hatítottam! Defibrillátor nálam! Hitoktató! Jaj, te rátervetted, csinálják! Édesapám! Mikor fogok én már ilyen szervezettel részt venni? Majd beverőd! Lélekem! Igen! Ma én vagyok! Ez a kant! Az Immanuel! Fölöttünk a csillagos ég. Bennünk az erkölcsi parancsot. Miről beszél ez? Komolyan! Rómában ott aludhatunk akármikor, akármikor. A fórum közepén. De Jeruzsálemből elzavarnak minket. Hínek évadjár. Ráadásul a szemét kapunk keresztül. Jeruzsálem! Rontjuk nekik a statisztikát! Rasszisták ezek! Rasszisták! Rasszista az egész világ! Most jön! Rasszista! Karcsi bácsi! Tudja, mit olvastam a múlt pénteken az interneten? Hogy soha senki nem gyilkolászok minket cigány! Hogy nem volt cigány! Nem volt cigányítás.hu. Tényleg itt van, hogy rohadjanak meg. Igen? Jó. Akkor feltennék-e soványra kérdést? Urikám, ne tegyél fel. Hol az apám? Hol az anyám? Urikám, nekem is a kis Klárikámat. Alig volt három.
De hol az öcsém, hol van a nővérem, hol vannak az unokatestvérek? Miért? Hát az én anyámat, nem? Hol a nagyapám? Hol a kis Zolika, akit annyira utáltam? Édesapám, kis Zolika ott működik rendeltetés szerepel. Jaj, dehogy nem, pedig engem is hányszor volt. Jó van, a kis Zolika ott működik, de hol vannak a többiek? Hol? Hol vannak a többiek? Hát ne kiabáljál! Nem kiabálok! Egyelőre csak kérdezek! Méghozzá én! Miért vár minket a Jóisten? Miért? Ezért ez megmondom mindent, nem? Mert édesapa megmond! Kacsi bátyám! Miért vár minket a Jóisten? Eszem megáll! Jó van, Lóri, látom én! Maguk meg mit kerestek itt és most és mindörökké?
Azonnal tűnjenek el innen és máshonnan is. Azonnal hagyják el a kordonnal kielőtt szaladkorlátot. Itt államilag lebonyolított kivégzés lesz. Kivégzés? Kié? Nem sietnek a maguké. Vitéz uram! Hát mi ismerjük egymást. Tegnap éjjel tetszett minket kizavarni Jeruzsálemből. Még szépen el is tetszett velünk beszélgetni. Azt tetszett nekem mondani, hogy kodrolj a mocskos fajtárba, tetves cigány. Tényleg, maga volt az asszonyom. Azt tetszett kiabálni, hogy ne üssön, ne üssön, drága főhadnagy úr, de a kulcs a sipákolós hadban. Nem tetszett meghallani. Munkaközben soha nem szoktam figyelni. Nekem meg egy vasdoronggal tetszett ütni a hátamat, itt közvetlenül mögöttem. Nem, az én voltam. Jaj, bocsánat! Igen. Bocsánat. Mi a kérdés? Kérdés? Hát, hogy nem innának egy csésze fekete kávét, ha nem is a körünkben, de addig is. Mit? Kávé! Jaj, bízd ezt a kacsi bácsi! Kávé? Mi az a kávé? A kávé az egy folyékony ital, kérem szépen. Nem csak hogy folyékony, de barna is. Úgy barna, hogy fekete. Barna, fekete mindenképpen forró. Ha csak nem jeges. És hát bizony keserű. Ha csak nem cukor. Jó, nézd vagy szaharint. Akkor viszont édességesen én is. Tessék csak megnézni, hogy ilyen magokból készül. Ez ebből. Ja, na. Tetszik tudni, a kávécserje, a közönséges koffea arabica. Gondos kezek, ó, tekintetek, ugye? De a legfontosabb a szeretet. És a frissen pörkölt kávét aztán ledaráljuk. Daráljuk, bizony, vitéz urak méghozzá, ki! Persze vannak, akik vákum csomagolásba veszik a kávét óriási hangjáratba, de hát azok más aljasságra is képesek. Elég, ha annyit mondok, hogy... Nescafé! Tehát kizárólag frissen pörkölt kávéból. És aztán megfőzzük. Főzni! Na most a főzni... A szeles éget darált magot. A főzni égét általános értelemben használjuk, ugye valójában gőzt préselünk át a darálmányon. Ezzel az okos. Hát ezzel a szerkezettel. Attól lesz olyan, mint a lórugás. Hát, mint amikor a ló rúg. Hát a ló az egy négylábú állat. Ő a mi Zoltán. Oh, maguknak is van egy. Zoltán, ha meg nem sértelek. Ja nem, dehogy is. Sőt, köszönöm szépen, Kacsi bácsi. Na, ezt húzza le, vitéz úr. Ha ezt megissza, egy napig a dárba viszi magát. Hát akkor koronázzuk meg a két kultúra ilyen felhőtlen találkozását. Katonák! Kezdjük csokorom! Mit keresnek, civilek, a végrehajtandó célterületen illetéktelennek tartózkodni tilos? Centurio! Emilius Cupidus Cortina, őszintén jelzem, ezen cigányok itt táborozván, Marcus Zoltánicus Proscenium bajtársammal kényszerítjük őket a távozás mezejéről bírni. Nem akarnak menni. Nem? Miért nem? Nem tudom, megkérdezzem őket? Nem! Már rég elmentünk volna, csak hát ugye a kortrál. Ó, figyelj csak meg! Na drága gyerekeim, akkor odébb egy házzal. Végül is nem voltunk olyan rossz. Kiketnek a néznek itt, fiam? Igaza van! Cigányokról nem volt szó! Ki a cigány? Tényleg cigány János, az hát, és fokozottan, hogy eljött két diktárgyainkkel. Ez diszkrimináció, erről beszél. Ezek rasszis járjunk. Ezért vasaltam, édesanyja! Akinek nem vasaltik, kölcse, veszik, jól van.
A cigányok most szépen elhúznak innen. Maguk megtekintettel vannak mások ingerlékenységére. Na de hát cigányok! Csak rájuk kell nézni. Hát minek rájuk nézni? Hát cigányok! Láttam én már cigány, ott úgy néztek ki, mint ezek. Mit? Ne nézzen rájuk, édes Mária asszú! Mi van? Mi van? Vince fiam, hova lesz az egészséges önkontroll? Harcsi bácsi, megvesznek minket kilóra! Kimérj egy dekára! Na ott most vegytisztán megfigyelhető a fajtiszta antiszemitizmus. Legyen szíves intézkedni! Mit legyen színes? Követeljük! Csináljál már valamit a szerencsétlen! Mi voltunk itt előtt? Mi már akkor itt voltunk, amikor te még Indiában söpörted a teher! Tanulj meg, számolni kis van! Elszólítom önöket! Az uszítás felkeltésére alkalmas kifejezések fokozott betartására. Zsidók, nem? Csak rájuk kell nézni. Nézhetjük őket napestig, akkor is csak zsidók maradnak. És? Mert ahol a dög, oda gyűlnek a keseik. Ezért a nyugdol volt. Követjük már a nyugdol. Tírozzatok, hagyja fontossággal, testvéreim! Az a pád istenit! Az anyád lesz lassan! Bocsánat, keresztel vagyok. Nevezzék, kisfiam, az Isten áldjunk meg! Akkor mit hempeleg itt ez? Azonnal vegye fel a keresztjét, és álljon vissza a helyére! Nehogy már egy talap alatt áruljál minket a zsidókkal! Te! Te! Igen! Azt hiszem, te zsidó vagy? Belaugathatsz mindenbe? Mindjárt lerugom a fejéről a drótkerítést! Egy tűnöző mondja meg, hogy mi legyen? Egy hibbíbúra! Itt nem lehet randalírozni! Gyere ide! Itt! Nem lehet randalírozni! Itt! Itt nem lehet randalírozni! Hát egyszer, hogy ők! Itt nem lehet randalírozni! Hallgassatok a centurióra! Hiszen az úr kiválasztott népe vagyunk! Hogy ki a kiválasztott? A szakállas nagynénét, az, aki 40 évig szörfözött a sivatagban. Hát mi vagyunk a kiválasztott? De nekünk írásunk van róla! Én meg naponta kávézok vele. Én soha nem láttam ilyet. Hát mi vagyunk a kiválasztott? Mi vagyunk a kiválasztott? Remélem, nem a kiszkapot adok folytassák! Rajcsúrozzanak csak! Nem lesz kivégzés! De ha nincs kivégzés, nem lesz megváltás sem! Mi az, hogy nem lesz kivégzés? Az, hogy nem lesz kivégzés. Igaza van a rapina! Magának ehhez nincs joga! Nincs, de akkor sem lesz kivégzés. Legalább egyszer nem kapják meg, amit akarnak. De olyan Isten nincs, ha be lett ígérve! Most csak azért nem végzitek ki, mert zsidó, mi? Így van. Ha cigány lenne már régen, nem élne. Így van, bizony, ha cigány lenne már rég, nem élne. Farra mászott maguktól, egy Isten hívőktől. Tessék szépen kivékülni! Az én szívemben nincsen harag. Nincs, akkor is. Tessék szépen kivékülni! Jó, nekem így is jó. Katonám, levonulunk, nem lesz kivégzés. Na, kérem szépen, nem tudhatunk ezeket. Végülünk már szépen. Igen? Nem hallom, nem látom. Csak bátran, tessék. Legalább bennünk kisebbségekben legyen egy kis nagyság. Hát legyen. Igen? Csináljunk egy jó kis ismerkedési estét! Jó! Soha! Csak azt mondták, hogy béküljünk ki! Köszönöm. Tessék.
Kivégzés az egyetlen szórakozásunk. Ne tegyenek már keresztbe! Bocsánat. Cigány testvéreim! Hogy fajulhat idáig az előítélet? Ugye nem? Akkor is, Lóri! Hát ez kacs! Bármilyen megcsinálsz! Zsákkopi fogász jelölt! Kisasszony? De hát ő még! De hát ő már! Tessék! Jöjj! Dorsan. Ti! Ázsia és Európa országaiban szétszóródva élő, sötétes bőrű, sötét hajú, indiai eredetű, mandula szemű nép. Miért ne? Nincs ebben ennyi János. Azért, ugye tudja, hogy ez nem volt teljesen őszinte. Dehogy nem. Hát nem! Tessék még egyszer megcsinálni! Azt mondja, hogy őszinte mondja. Lányom. Jó tette. Ti! Ázsia és Európa országaiban szétszóródva élő, sötétes bőrű, sötét hajú, indiai eredetű, mandra szemű nép. Miért ne? Menjen szépen a helyére, ne is lássa! Mit csinál? Menjen a helyére! Cigányok! Ne szeretjük sokkal inkább vígságos örömet az egész zsidó népnek, mint olyan! Édesanyám, hogy szent lény! Fiaim, én Kolompár Károly. Igazad a szarcsibácsát! Kivégzés! Na, ugye? Ugye, hogy tudnak maguk, hogyha nagyon akarnak, tudni akarnak. Itt maradhat. És lesz kivégzés. Ez természetes. De ezt a pörlekedést megnalásom még egyszer. Nagyon jól ismerem magukat. Katonák, kivégzés! Meghal mindjárt. Emberileg nem szólhatok hozzá egy-két szót. Eleget szenvedett. Elnézést, uram. De miért végzik ki ezt az ember? Ez a dolg. Magának mi köze hozzá? Valóban, de mindenkinek vele született joga van az élethez. Mit mond az írás? Szemet szemét! Értse meg, kérem! Nekünk példát kell statuálni. De hát senkit nem lehet önkényesen megfosztani az életétől. Akkor mostanában mindenki, mindenhol, mindig, mindent szabad, ugye? Hallom! Rabbi volt. Ide figyelj, te jogász! Igen, te. Én nem szeretlek téged, most mégis rendes leszek hozzád. Akarsz keresni egy ezüstöt? Micsoda? Egy ezüstöt? Hát, hogy ne akarnék akár kettőt is? Rendben van. Szögelni tudsz?
Jaj, én úgy szögelek, mint az Isten. Isten nevét szádra hihába. Fogod a kalapácsot, bemersz egy szöget, és kapsz érte egy kerek csillogó ezüstöt. Hallottátok? Egy ezüstért. Dolgozni fogok. Most komolyan dolgozni fogsz? Délután? Mi vagy te? Dolgozni fogsz, te új cigány! Hét cigány! Igen, igen, én dolgozni fogok! Egy ezüstért dolgozni fogok! Cigány véreim, római katonák! És mi? És mi? És ti is! Ti is, zsidó embertársaim! Egy ezüstért dolgozni fogok! Édesapa, dolgozni fog! Akkor megegyeztünk! Ajaj, azt nem. Nem. Ismerem én az ilyen trükköket. Hová kell beverni azt az? Ebbe bele. Kalapács? Tessék. Szög? Persze. Ez a projekt egy ezüstért nem fog menni. Legalább... Legalább négy ezüstért. Elnézést! Elnézést! Mi megcsináljuk ingyen is, fejedjét képezüstért! Vagy különben mennél, akkor mondani egyet-kettőt! Előtt az eszed, fiam! És ha belecsúszol nekem itten a sabbadba! Négy szög, négy ezüst! Egy kalapás, egy ezüst! Két munkás kéz, két ezüst. Kettő. Egy. Egy, egy. Na jó. Fél ezüst. Rendben van! Jól átvertem a római barbot! Jól átvetszett verni, apuka! Szögelje már, nehogy észrevegyék! Ezt tegye el, karcsibát! Tegye! Hát te... Apuka! De oda tette a kezét. És? Üsd be a szöget. Hát hogyan? Ott a keze. Persze. Kezén keresztül. Azt nem. Megegyeztünk? De nem ilyesmiben. Gyerünk, cigány! Nem, azt nem lehet. Az fáj neki! Emberbe szöget! György! Elmegyünk innen. Gyertek. Azonnal vissza a négy ezüstöt. Állítsák meg őket! Itt! Szöge, cigány! Nem. Én nem ölök embert. Nem? Miért nem? Nem tudom. Aki megöl egy embert, megöli az egész világot. Gondolja? Felszögelni ezt is! De mi? Hát mi a csinálatok? Ne hagyd meg! Tetves cigány mondja meg, hogy mit csinálja! Keresztetitek? Centurió! Jelzem, nem is az, hogy lemegy a nap, mire összetértszerünk egy másik keresztet, hanem hogy csak négy szöget hoztunk. Négyet? Miért? Mert csak egy feszítés lett volna lenni, és az csak négy végtag. És a feszítési szabályzat szerint végtagonként csak egy szög jár. Akkor felkötözzük. A szabálytalan, de célszerű. Milyen van kötél? Kötél? Hogyan értünk kötél alatt? Én katona vagyok, én csak a szögekért voltam felelős. Nálam mindig szokott lenni, de most van! Nem baj. Mi is maguk rá egy kötél? Mondom, szövegek meg tőle. Mi az a kötél? Mi az a kötél? Jó kérdés, hogy mi az a kötél? Mindjárt megmondom, hogy mi az a kötél. Háztudatás!
Információ fél rá, rajta van az összes táncunk, zenénk, a mondáink, a cigány meséink, a történelmünk, a halottaink. Óvatosabban! Majd nem várta a rapion rá! Folytassák! Állj csak meg! Az mi? Mi lenne szipszalag? Ördög ilyen hangzik, tudom, de a szigetelő szalag főnévből rövidítettem szerdán. Nagyon rossz vezető, nem úgy, mint ön, kapitány úr. És emiatt a rossz fizikai tulajdonsága miatt elektromos vezetékek szigetelésénél is használják. Optimális ragasztó hatása, döbbenetes szakító szilárdsággal párosodik, de ezt nem illik nézni. Elbírja egy elefánt is, csomagolásnál kötél helyett, de ezzel szoktuk sziszegő asszonyainkat, vérzősebeinket, sőt, tékozló fiainkat is. Adj csak ide. Ne. De bizony. Felszik szalagozni! Viszont cserébe szép a kilátás. Hallják! Nem kap levegőt! Nem vagyok támadó pezére, hogy nagyon vetessen, kérem szépen vetessen a csorítámat! Valaki más? Önként jelentkező? Mondjuk maga szikszalagos? Tudtam. Tessék már, tábornok úr, én azt sem tudom, hogy kell fogni a kalapácsot. Így? Bizonyoldom néked. Meg is veszik a kalapács. Tényleg nem tudja. Nincs neki madár. De mondjuk, Rudálka, ugye mi mondtuk, hogy tanuljon a gyerek, de nem tanul. Olyan, hát te hiába mondtuk, nem tudja semmit. Na jó, de azt se tudom, miért volt elítélve. Hogy? Miért volt elítélve? Hát... Oldja meg! Miért vagy elítélve? Nem hallod, zsidó? De hallom, kérem, hallom! Nagytanírozott a templomban! Borthamisított! Halad, csúszott zsidó! Meg kenyered! Tiltott helyen fürdött! Az nem pontosan így volt. Te kucsoljál! Ott mászkáltál, öreg! Miért kellett oda menni, kis? És megrázta a vargát! És azt állítsa magáról, hogy ő az Isten fia, a messiás! Nem, ő a messiás! Kedves szerint ezért gyűjtünk itt ma össze, drága Magdolna! És beszél! De mennyit! Ennyi elég? Akkor... Fordítva. Azért ez mégiscsak egy ember, még ha Isten fia is ez a szerencsétlen zsidó. Milyen vagy, János? Szögedd már oda, nem olyan jó, hogy nem fog. Most akkor föl lesz már szögezve, vagy mégis? Figyelj, utoljára mondom, fogod a kalapácsot és gyerünk. Hölszik szalagozni! Nem tudom, hogy megyek!
valaki más? Önként jelentkező. Elnézést kérek! Elnézést kérek! Fiatalember, ha meg nem sértem. Ja, nem! Dehogy is! Hát, sőt, én köszönöm szépen! Kicsi Zolika! Ne idétlenkedjenek már, szögeljen már valaki! Kicsi Zolika! Ne nézzél! Ne nézzél! Na ugye, hogy megjött az eső! Mennyei atyám, megbocsájt nektek gőzsögre! De én nem bocsájtok meg neki! Bocsáss meg neki, uram! Nem tudja, mi teszi. Én nem tudom! Gyere föl! Lebólintalak! Na most a két lábát, ne kelljen már mindent mondanom. Hol a negyedik szög? Hol a negyedik szög? Hol a negyedik szög? Oldják meg! Elnézést, nem láttak egy negyedik szöget? Mit oldjak meg, amikor csak három szög van? Pedig én négyet hoztam. Akkor hol a negyedik szög? Hát csak tudok négyig számolni. Tudnám négyig számolni, most lenne négy. Oldd meg. Oldjam meg. Oldja meg a cigány! Oldd már meg! Na ugye! Gyerünk! Járhat mindenki! Ha megbotránkoztat téged a te kezed, vágd le azt! Jobb teréken csókkán bemenned az életre, hogy meg két kézzel a gyehennára! Fiúka! Tényleg te vagy Isten fia? Szóljál ma apukádnak, hogy csináljon valamit! Nem bedugatok ám, majom! Hagyja már, János! Szenvedő annyit, amennyit mi! Ha vélem leszel, haragicsom! Hát én annyira nem sietném, talán még ma nem. Thank you.
Ennyi! Menjenek innen, emberek! Nincs itt semmi látnivaló! Menjenek, menjenek már! Úristen, én már gyújtom a gyertyákat! Szép napok voltak! És sűrű! Centurió! A tanács nevében nagyon szépen köszönjük a szakszerű, ám de tapintatos kivitelezést, és hát úgy a rabbi, mint a magam nevében. Nagyon szépen köszönjük, Centurió! Ezt nem fogjuk elfelejteni. Ez az amatőr kirettás bagás. Kérlek tisztelet. De ezek még szegek se hoztak eleget észrevetted. Szerencsé, hogy az elítélt itt volt. Ha most szólj hozzá! Amit tudok valamit. Szólj hozzá! Arany! Én meg nincs felejtettem a konyhában az ablakon. Kedves Mária asszony! Vannak bizonyos élethelyzetek, mikor nem a család a legfontosabb kötelékek. És az elsőre igen nehéz belátni. Rabbi! Valahogy olyan üresnek érzem magam. Hány éves vagy, lányom? Ne! Rabbi! Belemett egy kavicsa cipőbe. Rabbi! Lehet kivenni kavicsa cipőből sabát! Tüntessék el ezeket innen! Katonák! Gyerekek! Mindjárt itt a sabbat bezárnak a boltok! Tűnjünk el innen! Én ezt nagyon unom. Miért mondod, János? Nézd körül. Soha nem voltunk még ilyen magasan. Csodálatos a kilátás. Utálom a kilátásokat. Igazad van. Én is mulattam már jobban. Te! Van egy ötletem. Kártyáz. Te kevesz, én osztok. Jó. Nincsen nálam kártya. Alibasz is szennyer, lányi. Bocs. De van egy jó ötletem. Ugorjuk le. Hogy ez nekem eddig nem jutott eszembe, gyerünk. Háromra, jó? Jó. Egy, kettő, három. De János, nekem nem megy. Nekem sem. Én oda vagyok szétszalagozva. Lehet, hogy én is. Várj, megnézem. Sajnos igen. Akkor... Te! Találtam egy jó ötletet. Halljunk meg! Ej, de jó ötlet, édes Gyurkám. Te! Nehogy itt hagyj engem egyedül. Ne, hát hová gondolsz? Ne hagyjunk meg egyszerre. Nyilván. Háromra jó lesz? Jó. Szervusz, János. Szervusz, György. Egy. Kettő. Halljunk meg inkább négyre. Jó, ahogy jól esik, Gyurkám, akkor négyre. Egy, kettő, három. Megvan, megvan, halljunk meg ötre. Jó, de nem hat vagy hét vagy valami más, ötnél nagyobb pozitív egész szám. Hová gondolsz? Számolok? De. Egy, kettő, három, négy, öt. Ez az az öt. Aha.